Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék a 2015-ös év 44. heti snapshotjával. Ebben a snapshotban egyébként kaptunk elég sok újdonságot, úgyhogy ezeket szeretném most nektek megmutatni. Az első és talán a legszembetűnőbb dolog az, hogy van nálam egy új item, ez pedig ugye az End kristály, azaz a végkristály, amivel találkozhattatok már ugye az Endben, viszont eddig nem volt elérhető, legalábbis ugye kreatív menüből nem volt elérhető, és nem is lehetett megszerezni Survivalben. Azonban ez most megváltozott, és ezt szeretném nektek megmutatni, hogy pontosan hogyan is tudtok ilyen end kristályt, azaz ilyen végkristályt szerezni. Kicsit egyébként nem ártott volna kitakarítani az inventoryt, de se baj. Remélem elnézitek ezt nekem. Na, szóval, hogy hogyan is szerezhetitek meg ezeket a végkristályokat. Két módszer van rá. Az egyik az, hogy ilyen csontvázlovakat öltök meg. Ugye ilyen csontvázlovak mostantól viharban spawnolnak, és ugye, hogyha közel mentek hozzájuk, akkor csontvázharcosok lesznek rajtuk, úgyhogy azért érdemes velük vigyázni. A másik módszer az, hogy zombilovakat öltök meg. Zombiló egyelőre még nincsen a játékban, legalábbis magától nem spawnol, tehát ugye le lehet hívni parancsokkal, de magától nem találkozhattok vele, csak a csontvázlóval. Hát lehetséges, hogy majd még valahogy bevezetik a zombi lovakat is. Engem egyébként nagyon felcsigázna. Kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy hogyan és mind gondolták ezt, majd meglátjuk. Na mindegy, szóval ebből a két lóból tudjátok ugye megszerezni, illetve még annyi változtatás van, hogy régebbi verziókban ugye a zombiló, illetve a csontvázló bőrt dobott, mostantól ugye rohadt húst, illetve csontot dobnak, attól függ ugye, hogy melyiket ölitek meg. Na, szóval mire is jó ez az end kristály, ez a végkristály? 4 darabot kell szereznetek ahhoz, hogy meg tudjátok újraidézni a sárkányt. Ugye eddig úgy lehetett megidézni újra a sárkányt, hogyha egy creeper fejet raktatok ki agyagból, ezt most kiszedték a játékból, mostantól ilyen csontvázlovakra kell vadásznatok. Meg kell ölnetek legalább 4-et, ami egyébként annyira nem jó, mert szerintem tök aranyosak, és én nem szívesen ölném meg őket, de hogyha sikerült, akkor újra tudjátok idézni a sárkányt. Ezt majd a videó végén megmutatom, hogy hogyan, addig nem szeretnék átmenni az endbe. Na, és hogy ezeket hova tudjátok lerakni? Nyilván ugye, hogyha nem akarjátok megidézni újra a sárkányt, viszont mondjuk dísznek ki szeretnétek rakni, erekjének vagy bármi másnak, akkor obszidiára, illetve bedrákra tudjátok lerakni. Nyilván bedrák annyira nem jó, mert ugye azt nem tudjátok kiszedni, legalábbis ugye survival módban nem, és gondolom senki nem akar mondjuk a bánya aljára rakni egy ilyen endkristályt, viszont obszidiánra le tudjátok rakni, egy ilyen 3x3-as négyzetet kell építeni, és akkor oda közepére szépen el tudjátok helyezni. Viszont nagyon vigyázzatok vele, mert óriási tud robbanni. Én egyébként legalább 4-szer felrobbantottam itt a pályát, miközben építettem és próbálgattam. Ezt gyorsan meg is mutatom nektek. Remélhetőleg itt már nem fogja nekem leütni a táblákat. Szóval így le tudjátok rakni, és jó nagyot tud robbanni. Ú, de szép lett itt most minden. Szóval igen, vigyázni kell vele. És ahogy láthattátok, ezeknek nincsen alja, tehát ugye az endben találkozhattok, azoknak van egy ilyen kis kőlap alja, ezeknek nincsen, ehhez egyébként külön MBT-tekkel, ugye ezt kommandokkal tudjátok leívni, és ez a show button lesz az a kis plusz információ, amit ugye mutatni fogja, hogy ezeknek van alja. És a robbanás nem pusztítja el, tehát hogyha egy creeper felrobban mellette, akkor nem kell megijedni, nem lesz még egy nagy boom, de a vidőr az képes felrobbantani, úgyhogy arra azért vigyázzatok, illetve a TNT sem tudja elpusztítani ezt a blokkot. Na, hát akkor a következő a loot tables-szel kapcsolatos dolog. Ugye a loot tables-ről már beszéltem az előző snapshot videóban, ez ugye azt határozza meg, hogy egy ládában előre megadott dolgok hogyan spawnoljanak. Ez, aki esetleg nem tudná, nézze meg az előző videómat, abban benne van. És kapott egyébként két új funkciót, az egyik a Set Attributes, ugye ez attribútumokat állít be, illetve az Enchant Randomly, itt pedig random enchantokat fog kapni az a könyv, ami mondjuk benne van egy-egy ládába. Viszont az, hogy miket találhattok egy-egy ládában, azokat most eléggé felrúgták, ugyanis gyere elmondom, hogy melyikben mit találhattok, és mit nem találhattok mostantól. A mineshaftekben, azaz az elhagyatott bányákban nincsen többé nyereg, illetve vasló páncél, viszont helyette van aranyalma, varázsolt aranyalma, fákja és különböző sín típusok, ugye ezekből azért van elég sok fajta
Aztán a sivatagi templomokban most már találkozhatok pókszemmel, puskaporral, fonállal, homokkal, illetve aranyalmával. Aztán a bónuszláda, ugye a bónuszláda az az, amikor létrehoztok egy világot, és megkérdezi az elején, ugye a világgenerálásnál, hogy szeretnénk egy bónuszládát, amiben vannak különböző felszerelések, mostantól tartalmazhat lazacot, illetve biztos, hogy mindig lesz benne bolt a csákány, ezek egyébként fa eszközök lesznek, illetve különböző ételek és fa, tehát rönk, deszka, illetve bot. Nagyobb eséllyel lesz egyébként benne bot. És a dungeon chestekben mostantól lehet találni csontot, rohadt húst, szenet, aranyat, varázsolt aranyalmát és különböző magvakat, dinnyét, tököt, céklát. Azért ez is elég jó. Céklát egyébként most már egyszerűbb lesz szerezni. Na de az aranyalmát megint megváltoztatták. Ugye, hát nem is tudom mikor volt az a frissítés. Mindjárt visszajövök, ezért is jó egyébként, hogy itt van ez nekem, ez a kis pálya, ahol mindig le tudom ellenőrizni, hogy milyen változtatások voltak. Igen, itt van. A 37-es snapshotban. Ugye megváltoztatták azt, hogy a sima aranyalma regeneráció 2 helyett regen 1-et adott. Ezt most visszarakták regeneráció 2-re. Viszont a varázs aranyalma az mostantól nem kraftolható. Hát nem tudom, hogy ennek mennyire fogtok örülni, valószínűleg nagyon nem. Viszont tényleg elég OP volt, ugye OP almának is hívták nagyon sokan. Tehát mostantól csak chestekben lehet találni. Egyébként szerintem ez az ultra hardcore sorozatoknak hát elég nagy érvágás lesz, de talán izgalmasabb lesz pont ettől. Szóval a varázsolt aranyalmát nem lehet többé kraftolni, és ezért egyébként az achievement sem elérhető jelenleg, lehet, hogy még bent van, igen. Bent van még az achievement, viszont ugye nem lehet lekraftolni a varázs aranyalmát, OP almát, nocsalmát. Ezért valószínűleg meg fogják változtatni az achievementet arra, hogy ugye szerezz egy varázsolt aranyalmát, nem pedig arra, hogy kraftolj egyet. Hát lényegében ennyi az aranyalmákkal kapcsolatban. Mostantól a vödröt az üstből, koldromból is meg lehet tölteni. Egyébként nekem elég bágos volt, mert nem kaptam meg a vizet, csak kiszedi. Szóval valószínűleg ez most valami bug, de mostantól lehet. Egyébként eddig lehet, hogy csak üvegcsét lehet, tehát nem tudom, én ezeket soha nem használtam, olyan fölöslegesnek tartom, de mindegy. Aztán újra vannak a dzsungelben nagy tölgyfák, ez valamelyik snapshot verzióban ugye kiszedték, vagy csak bug volt. Lényegtelen mostantól megint vannak ilyen szép, mindenfelé terjeszkedő tölgyfák a dzsungelben. A javító varázslat, azaz a mending varázslat kevesebb szintet igényel mostantól. Régebben 40 és 90-es szint kellett ahhoz, hogy rá tudjuk rakni egy üllővel a varázskönyvről, ugye az eszközünkre a varázslatot. Ezt 25-75-re cserélték le. Nyilván mondjuk a gyémánt csákányra több szint kell, mint egy facsákányra. Hát kezdjétek el gyűjtögetni a szinteket. Aztán ez még az előző snapshotban volt, a B vagy a C verzióban, hogy szinte az összes mobnak megváltoztatták a drop rátáját, azaz a mobok nagyon nagy része sokkal kisebb eséllyel dob dolgokat, illetve kevesebbet dobnak belőlük. Van, amelyiket visszarakták, van, amelyiket nem. Én most erre annyira nem térnék ki, mert tényleg szerintem az senkit nem érdekel, hogy a Squid most 0 és 2 között, vagy 0 és 3 között droppolja ugye a tintazsákot. Akit érdekel, az majd úgyis utána néz. Viszont az Elder Guardiannél van egy változtatás, hogy csak akkor dob szivacsot, hogyha a játékos öli meg őt. Szóval nem tudom, hogy volt-e valakinek ilyen farmja, illetve hogy erre lehetett-e valamilyen farmot építeni, egyébként biztos lehetett. Most már csak akkor dob szivacsot, hogyha a játékos öli meg. Hogyha van egy mobon armor, akkor azt majdnem mindig most már droppolni fogja. Nyilván ugye ez a looting varázslat szintjétől is függ. Illetve az Enderman is most már oda fogja nekünk adni azt a blokkot, amit éppen magánál hord. És a lure vonzás varázslat, ugye ez a horgász botra rakató varázslat, most már csak az időt fogja lerövidíteni két kapás között, az esélyét nem, hogy ugye sikeres lesz-e vagy sem. Illetve mostantól mindig lesz boszorkány a kunyhóknál, juhú! Nagyon sokszor egyébként elhagyatottak voltak azok a kunyhók, de mostantól ezt is megoldották. Na hát,
Szerintem ennyit érdemes tudni erről a Snapshotról, lehet, hogy majd még lesz hozzá a B meg C verzió, jelenleg csak az A elérhető, hogyha lesz változás, akkor majd úgyis tudni fogtok róla, ha nem is most, akkor majd a jövő héten elmondom, hogyha volt lényeges változtatás azokban. És akkor menjünk át az endbe. Nem tudom egyébként, hogy itt már megöltem a sárkányt, nagy valószínűséggel igen. Szóval azon gondolkozok, hogy lehet, hogy azért, mivel ez egy régebben generált end, ezért nem fog újra előjönni a sárkány. Na mindjárt megnézzük. Ide kell rakni. Ide kell rakni. Ide, meg ide. És igen, mondjuk beindultak. Ahol lesz itt sárkány. Ugye újra generálja az oszlopokon ezeket a élettöltő kristályokat. Mondjuk még nem égtek. Nem tudom, kíváncsi leszek rá. Aha. Ott is van. És itt is van újra a sárkány barátunk. Úgyhogy innentől kezdve így lehet megidézni a sárkányt. Láthatjátok, hogy a visszaút el is tűnt. És arra figyeljetek oda, hogyha egyből akarjátok megidézni a sárkányt, akkor a tojását szedjétek össze, mert különben el fogjátok veszíteni. Azt még gyorsan megmutatom, hogy a creeper fejes megoldás ugye nem működik. Mert szeretném azért azt is még így megmutatni nektek, bebizonyítani. Nyilván ugye, hogyha az egészet kitöltitek, creeper fejforma is lesz benne. Szóval nem muszáj kihagyni a részeket. Menj arrébb. De láthatjátok, hogy nem működik. Úgyhogy ennyi is lenne ez a videó. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doggy voltam, sziasztok!